Jó reggelt kívánok azoknak, akik most csatlakoznak hozzánk. Ez a Start, és Aszódi Attila, a Paks 2-ért felelős kormánybiztos a vendégünk. Az idevágó legfrissebb hír pedig annyira friss, hogy még csak értesülés valósággá majd, ha minden igaz, csütörtökön lesz, vagyis akkor, hogyha igazak a Brux Info értesülései, hogy az Unió leállítja Pakssal kapcsolatos beszerzéseket, ami valószínűleg igaz, mert Lázár János sem cáfolta, sőt, mintha megerősítette volna. Ehhez képest, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Aszódi Attila olyan vidáman érkezett itt reggel a stúdióban, mint a korai karácsonyi ajándékot kapott volna. Ennyire számítottak erre a levélre, amiben majd az lesz, hogy állítsák le az összes Pakssal kapcsolatos beszerzést, mert hogy az Európai Bizottság álláspontja szerint az uniós szabályokat sértett? Szerintem a levél tartalmát akkor beszéljük meg, hogyha a levél az asztalon lesz. Egyelőre egy értesülés van, hogy majd csütörtökön talán döntenek arról, hogy küldenek egy levelet, amiben lesz valami, amit nem tudunk pontosan, hogy micsoda. Úgyhogy én nagyon szívesen visszajövök önhöz, amikor a levél már a kezünkben van, és akkor meg tudjuk beszélni ennek a részleteit, de most egyelőre csak értesülések. De induljunk ki abból, hogy ez az értesülés nem pontatlan, mert különben Lázár János nem erősítette volna meg. Nézze, a projektnek a jóváhagyása és az egész megvalósítás egy nagyon bonyolult dolog, hiszen egy nagy erőművet építünk majdnem 100 évre. Ez egy nagy ívű projekt, ami természetesen az engedélyezés sok-sok fázisán kell, hogy átessen. Ebben az engedélyezés jóváhagyási sorozatban számos Európai Uniós lépés is van. Én azt szoktam mondani, hogy 5 nagy eleme van az Európai Uniós jóváhagyásnak. Ebből az 5 elemből 3-at sikeresen abszolváltunk. És ez azért nagyon fontos, mert a 3 abszolvált elemből a legelső az egy 2014. januári esemény, amikor az Európai Bizottság elnöke hivatalos levélben arról tájékoztatta a magyar kormányt, hogy nem emel kifogást a magyar-orosz államközi szerződés aláírásával kapcsolatban, és ezt követően írta alá a magyar kormány ezt a magyar-orosz megállapodást. Most ez azért nagyon fontos, mert az Euratom egyezmény azt mondja a 103-as cikkeiben, hogy minden Európai Uniós tagállam jogosult egy harmadik országgal szerződést kötni, amennyiben az Európai Bizottság ehhez a hozzájárulását adja. Tehát a magyar-orosz államközi szerződés, ami ennek az egész projektnek az alapját képezi, időben be lett mutatva az Európai Bizottságnak, és a bizottság hivatalos levélben tájékoztatta a kormányt, hogy ezt ő rendben lévőnek találja, és így ment tovább januárban a projekt. Most 2015 novembere van, tehát majdnem 2 év telt el azóta. Ebben a majdnem 2 évben nagyon sok minden történt. A magyar kormány képviselői több alkalommal egyeztettek az Európai Bizottság különböző területeivel, versenyjogi kérdésekben, beszerzési kérdésekben is, és hogy pontosan mi a beszerzéssel kapcsolatos álláspontja a bizottságnak, ezt még mindig várjuk, mert hogy ezzel kapcsolatban hivatalos tájékoztatást még nem kaptunk. Nagyon fontos azt is érteni, hogy a beszerzési filozófia a szerződésben úgy lett lerögzítve, hogy a Rosatom az államközi szerződés értelmében a kijelölt, felhatalmazott szervezet, aki ezt a projektet megvalósítja, de a projekt megvalósításába Európai Uniós közbeszerzési eljárások keretében bevonja azokat a vállalkozókat, akik magában a projektben a különböző komponenseket megvalósítják, beszállítják, megépítik. Tehát az, hogy az Európai Uniós beszerzési szabályok ne lennének alkalmazva, ez így nem igaz, mert hogy éppen az a feladat a Rosatomnak, hogy úgy válassza ki a különböző komponenseket és beszállítókat, hogy ahhoz európai szabályokat alkalmazzon, hogy a nagy kerettel kapcsolatban mi az álláspontja a bizottságnak, ez pedig meglátjuk, hogyha megérkezik ez a levél. Csak hogy ez a nagy keret, ez nagyon fontos, mert hogy éppen az a legkardinálisabb kérdés, hogy maga a Rosatom hogy lett kiválasztva, vagy miért pont a Rosatom, és hogy ők miért nem Európai Uniós közbeszerzési eljárásban pályázaton lettek kiválasztva. És értem, hogy mit mond erről a Barroso féle papírosról, amit Lázár János is már elkezdett kvázi lobogtatni. De most az értesülések szerint a jogi érvelés arról szól, hogy az EU szerződésben lefektetett alapelveket nem írhatja fölül egy államközi megállapodás. Az uniós tagállamok nemzetközi megállapodásainak ugyanúgy tiszteletben kell tartaniuk a közbeszerzési szabályoknál alkalmazott alapelveket, mint minden más uniós beszerzés esetében. Tehát, hogyha erre való hivatkozással felfüggesztik a beszerzéseket mégiscsak, 2 hónap múlva pedig az is eldőlhet, hogy kötelezettségszegési eljárás indul Magyarországgal szemben, akkor önöknek hiába más a véleményük, azért ezt gondolom elég komoly fennakadást jelenthet a projekt esetében. Még egyszer hangsúlyozom, hogy az Euratom szerződés lehetővé teszi, hogy egy tagállam, egy harmadik országgal, egy Európai Unión kívüli tagállammal szerződést kössön,
és ennek a jóváhagyatása megtörtént. Ez a szerződés bázisa... Értem, de ha itt most egy jogi vita lesz erről mondjuk, és közben az Unió viszont azt mondja, hogy és viszont mi felfüggesztjük ezt az egészet, akkor önök vitatkozhatnak, de nem beszerezhetnek ebben az időben, ha én jól értem. Mi eddig mindenben betartottuk az Európai Uniós szabályokat, ezután is be fogjuk tartani. Ha a bizottság azt kéri, hogy valamit fel kell függeszteni, akkor azt fel fogjuk függeszteni. Akkor ez praktikusan mit fog jelenteni a projekt számára? Látnunk kell a papírt, mert ön most valami értesülés alapján próbál meg valamit értelmezni. Amit mit jelentene, ha lenne ilyen felfüggesztés? Mit jelentene, ha akár utána indulna kötelezettségszegési eljárás? Azért ezzel nyilván foglalkoztak ezzel az eshetőséggel. Éppen az ön mondta, itt az előbb beszélgettünk pár percet adás előtt, hogy igyekeznek mindenre felkészülni. Abszolút. Gondolom erre is felkészültek, tehát ön pontosan tudja, hogy ez mit jelent. Nézze, mi, ahogy elmondtam, majdnem 2 éve folyamatosan kapcsolatban vagyunk az Európai Bizottsággal, eddig minden kérdésre válaszoltunk. Határidőre, transzparens módon átadtuk a kérdésekre a válaszokat, és vártuk a bizottság válaszát. Ha megkapjuk ezt a választ, akkor fogjuk tudni ezt értelmezni. Rendkívüli jelentősége van annak, hogy az Európai Bizottság pontosan mit fogalmaz, hogyan fogalmazza meg, hogyan van az formulálva, milyen kérdésekre, milyen európai jogi alapokra helyezi ezt a véleményét. Még egyszer mondom, én nagyon szívesen megbeszélem önnel ezt a kérdést akkor, amikor látjuk ezt a papírt, de lássuk először a papírt. Jó, hát ez néhány nap múlva lesz. Elképzelhető, hogy megbeszélni ezt a kérdést mondjuk nem velem, hanem itt az ATV stúdiójában a téma szakértőivel, olyanokkal, akik egyébként vitatják ezt az egész beruházást. Nézze, az energiapolitikai bázisa ennek a kérdésnek, ennek a beruházásnak nagyon fix. Az országgyűlés 2011-ben elfogadott egy energiapolitikai stratégiát. Én egy nagyon egyszerű kérdést tettem föl, vitára hajlandó ebben a kérdésben? Miért ne lennék hajlandó? Az elmúlt majdnem egy évben végigjártunk több mint 40 települést Magyarországon, mindenhol minden kérdésre válaszoltunk. Az ESPUI egyezmény keretében 9 helyszínre látogattunk el az ország határain kívül, minden nagyon kérdésre köszönöm, válaszoltunk. Konkrét kérdés, péntek este itt az ATV stúdiójában. Hát meg kell nézem a naptáramat. Jó, akkor erről egyeztetünk, de akkor ezt előbb-utóbb néhány héten belül összehozzuk. Viszont amire mi eredetileg hívtuk, hiszen mi sem tudhattuk, hogy ez a levél lesz tegnap értesülés formájában nyilvánosságra kerül. Környezeti hatástanulmány készült, és voltak is meghallgatások Magyarországon és nemzetközi szinten is ezzel kapcsolatban. Az Energia Klub viszont készített egy alapos elemzést erről, és ők azt mondják, hogy nagyon alapvető hiányosságokat, téves információkat, nem megalapozott számításokat találtak ebben a hatástanulmányban, olyan alapvető kérdésekkel kapcsolatban, mint például a hulladékok, a veszélyes kiürült fűtőelemek tárolásának a kérdései, vagy mondjuk a blokkok hűtésének a kérdése, ami ugye a Dunavizének a hőtermelésével is összefügg. Milyen magyarázat van erre? Nézze, a közveti hatástanulmány egy több mint 2000 oldalas dokumentum. Ilyen masszív dokumentumcsomag magyarul is megvan, angolul is rendelkezésre áll, valamint az összes az eljárásba bejelentkezett országnak a nyelvére a közérthető összefoglalóját. Lefordítottuk, hogy mind a magyar, mind a külföldi nyilvánosság, aki érdeklődik ez iránt, megismerhesse. Az Energia Klubnak az asztalán van ez az anyag nagyon régóta, tavaly decemberben adtuk be egyébként a Környezetvédelmi Hatósághoz ezt a dokumentumcsomagot. Az Energia Klub ügyfele ennek az eljárásnak, hivatalból meg van hívva, a legelejétől kezdve értesül minden momentumáról. Egyébként az Energia Klub képviselői jelen voltak a paksi közmeghallgatáson május 7-én, és számos egyéb helyszínen is jelen voltak, vagy ők, vagy pedig a Greenpeace Magyarország képviselői. A kérdéseikben az ég adta világon semmi új nincsen, mind Pakson, mind pedig egyéb közmeghallgatásokon ezeket a kérdéseket ők feltették. Ehhez képest már rég benne lehetne a hatástanulmányban a válasz meg a pontos számítás arra, hogy nem fog felforni a Duna például. De ne vicceskedjen velem, hát hogy ne lenne benne. Csak a Dunával egy 90 oldalas kötet foglalkozik ebből a 2000 oldalból. Tehát ehhez képest ők korábbi nagyon komoly szakmai tanulmányokat hoznak fel arra, 2008-ban is készült például ilyen, hogy a blokkok hűtése csak plusz hűtő tornyokkal oldható meg. Ez nagyon költséges, ezért ezt aztán elvetették. Mert hogy már a létező blokkok esetében is azt állapította meg többek között a Tudományos Akadémia, hogy melegebb napokon nagyon komoly kockázat, hogy a Duna vize vagy nem tudja kellőképpen hűteni ezeket a blokkokat, vagy pedig olyan mértékben túlmelegszik, ami meg az élővilágra káros. Az előbb azt mondta, hogy felforraljuk a Dunát, ha
ha emlékszik, talán fizikából, középiskolában annyira víznek a forráspontja, atmoszférikus nyomáson 100 fok. Természetesen ez csak egy érzékletes kifejezés kívánt venni, de attól még az élővilág, attól még, hogy nem bugyborékol a víz a forrástól, attól még az élővilágnak ez biztos nem tesz jót. A lényeg az, hogy a Tudományos Akadémia jelenlegi blokkok esetében is azt állapította meg, hogy ez probléma. Még egyszer, ez egy olyan hangulatkeltő kifejezés, ami hibás, nem állja meg a helyét. Azt kell tudni, hogy ma a paksi telephelyre egy olyan határérték van, hogy a vízvisszabocsátási ponttól vett 500 méteres szelvényben sosem lehet 30 foknál magasabb a hőmérséklet. 30 éve működnek a paksi telephelyen ezek a blokkok, és tudták tartani az erőművel szakemberek ezt a határértéket. Ez a 30 fok egyébként onnan jön, hogy a vízbiológiai vizsgálatok szerint eddig a hőmérsékletig abban a csóvában nincsen olyan változás az élővilágban, ami a Duna számára elviselhetetlen lenne. Nagyon sok tapasztalat van ezzel kapcsolatban, nagyon részletes vizsgálatok készültek a hatástanulmány készítése során a Duna hőterhelésével kapcsolatban. Vizsgálták a szakemberek a hűtőtornyos hűtés, egyéb hűtések és a friss vízhűtésnek a lehetőségeit is, és gazdasági, környezetvédelmi, megtörülési szempontokat együtt értékelve az az eredmény jött ki, hogy jobb a friss vízhűtés. A mostani környezetvédelmi határértékeket ugyanúgy be kell tartani az új blokkok esetében, mint a régi blokkok esetében, ezt lehet tartani. Gyakorlatilag, ahogy elmondtuk az összes közmeghallgatáson egyébként az energiaklub képviselőséhez hallották, a vízben a hatásterület az jelenleg 2 kilométer, tehát 2 kilométer hosszúságú az a hőcsóva rész, amiben érdemi hatását lehet kimutatni ennek a meleg víznek. Nagyon fontos, hogy ez a meleg víz nem az egész Dunára terjed ki, hanem a Dunának csak a jobb partján egy szűk sáv, és ez a hatásterület addig, amíg a 6 blokk egyszerre fog működni, tehát 2026 és 2032 között a mostani tervek szerint, ebben a 6 évben a hatásterület az 11 kilométer hosszúságú lesz a Dunában. Nem az egész Dunát melegítjük meg ebben a 11 kilométeres hozban, hanem annak a jobb partján egy szelvényt. És amikor az új blokkok maradnak csak üzemben, a régi blokkok leállnak, akkor ez a hatásterület 1 kilométeresre rövidül. Én mostan nyáron, ebben a nagy nyári hőségben, az egyik hőhullám idején lementem és direkt kimentem a mérést végző szakemberekkel egy csónakban, én megnéztem, hogy mi ott a helyzet. Meglepően tapasztaltam azt, hogy a vízvisszabocsátástól számított kb. 250 méterre nagyon sok horgász ül, mert ott jóval nagyobb fogás van, sokkal több hal. Vagyis a halak még szeretik is a meleg vizet, örüljenek neki, hogyha melegebb lesz. Egyébként, ha már említette, hogy 26-tól működnek ezek a blokkok, itt ez a másik fontos kritikus pont, ami miatt szokták bírálni az egész tervet, hogy miért kell ezt 26-ban működő képessé tenni és beindítani, amikor az önök számításai is arról beszélnek, hogy 30-tól milyen energia igény lesz, a kieső blokkok 32-től jelenthetnének problémát. Ez a köztes néhány év, nem kevés év egyébként, mert ugye 26-tól 32-ig, hogyha úgy veszük, akkor ott 6 évről is szó van. Plusz időt adhatna az alapos tervezésre, kérdések megválaszolására, nem is beszélve arról, hogy milyen plusz környezeti terhelést és egyéb nehézségeket jelent az, hogyha ebben a 6 évben párhuzamosan működik az összes blokk, amire nincsen szükség. Tudja, egy erőműnek a megépítése nem olyan dolog, mint hogy leveszem az akkumulátort és felveszek helyette egy másikat. Tehát ez nem így egyik pillanatról a másikra történik. Egy erőmű építésének az előkészítése és megvalósítása, ez egy hosszú folyamat. Ugye 2015-ben vagyunk, és arról beszélünk, hogy 2025-ben és 26-ban tudnak ezek a blokkok üzembe lépni a mostani ütemtervek szerint. Ez egy hosszú folyamat. Látjuk, éppen azzal kezdte ezt az interjút, hogy a bizottság milyen... Tehát azért mondanak 26-ot, mert majd nem. Úgyis 32 lesz belőle? Nem. Azért mondunk 26-ot, mert elkezdtünk 2014-ben egy folyamatot. Ez a folyamat, ez 10-11 évet vesz igénybe, és be kell tervezni megfelelő tartalékkal egy ilyen projektet ahhoz, hogy biztosan, amikor erre szükségünk van, akkor rendelkezésre álljon. Nagyon szeretnénk, hogy a projektet úgy lehessen megvalósítani, hogy 25-re és 26-ra a blokkok üzembe tudjanak lépni. Egyébként a villamosenergia elhelyezése a hálózatban nem okoz problémát, a hálózatfejlesztés ezt a feladatot lefedi. Jelenleg ellenérvek, de ezt most nincs időnk végigvitatkozni. Jelenleg a villamosenergiánk 32%-át importáljuk, hogyha ezt az importot kiváltjuk addigra, amikor azokat a szénerőműveket az Európai Unió leállítatja, amelyekből jelenleg a villamosenergiát importáljuk, semmilyen problémánk nem lesz. Sőt, Európának segítünk ezzel a
beruházása. Ezt nagyon sokan vitatják, de jól értem, hogy ön azt mondja, hogy például az is benne van a pakliban, mondjuk ez miatt a brüsszeli döntés miatt, amiről egyelőre csak értesüléseink vannak, hogy nem fog 26-ra elkészülni az új blokk? Természetesen Brüsszel, ha felfüggeszt egy ilyen folyamatot, és azt mondja, hogy egy évig valami miatt álljunk, akkor az alatt, ha nem tudunk előre haladni, akkor nem tudunk előre haladni. Mi nem, nagyon nem szeretnénk ezt. De ezt bekalkulálták, hogy ez előfordulhat. De ilyen tud lenni természetesen. Egy gyors kérdés, tudom, hogy nem ön hozza ebben a döntést, de a sajtóban megjelent és nagy megdöbbenést váltott ki, hogy rezsicsökkentésre használhatják a központi nukleáris pénzügyi alapban felhalmozódó összeget, ami pont arra való, hogy majd, ha egyszer le kell szerelni az erőművet, akkor azt ne az akkori generációknak kelljen kifizetni, és ön elmondta, hogy ő nem támogatja ezt egyébként. Ha ön nem támogatja, akkor ki támogatja a kormányban? Nézze, én ezt tegnap is mondtam, kérdéseket lehet feltenni, rengeteg kérdéssel találkoztunk az elmúlt egy évben, itt a környezetvédelmi engedélyezés kapcsán is, kérdéseket fel lehet tenni, és ezeket a kérdéseket aztán meg kell válaszolni. Valaki megkérdezte, hogy a központi nukleáris pénzügyi alapba szükséges-e a következő években befizetni. Erre a szakmai válasz az, hogy igen, szükséges, mert a szennyező fizet elve alapján minden egyes olyan megtermelt kilovattóráért, ami az atomerőműből származik, amit most is itt használnak a stúdióban, azután meg kell fizetni a jövőbeli hulladékkezelésnek a költségeit. Ez nem csak a magyar törvények, hanem Európai Uniós előírások is szükségessé teszik, és ez egyébként így helyes, így felelős a jövő generációkról való gondoskodás szempontjából. Tehát ezt a pénzt elkölteni nem felelős? Mármint, hogy mire? Mondjuk a rezsicsökkentésre. Hogyha a hulladékkezelés költségei nem jelennek meg az atomenergiának a költségei között a napi szinten, akkor az sérteni az Európai Uniós jogot és sérteni a magyar jogot. Tehát elképzelhetetlen, hogy ezt mégis így döntse el a kormány és az országgyűlés? Nézze, én a magam szakmai álláspontját tudom képviselni, hogy aztán... De nem meri kimondani, hogy ez elképzelhetetlen. Én nem vagyok döntéshozó, én ebben a kérdésben egy szakmai álláspontot képviselek, a döntéshozók pedig döntenek. És a döntéshozók megkérdezték önt a színfalak mögött is? Jelenleg itt egy párbeszéd zajlik, és nyilvánvalóan a párbeszéd után fog döntés születni. Ahogy Lázár János is elmondta, döntés ebben a kérdésben nem született. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Én is köszönöm.